amelyek ma már úgy említjük természetesen, hogy Erdélyhez tartoznak, és hát nyilván ugye Romániához is. Ugye az egyik ilyen Partium, Nagyvárad központa, ahova hamarosan meg fogunk érkezni, illetve ugye van a Banság, Temesvár központa, ugye az már Dél-Erdély, és hát ugye Erdélynek a része, de nagyon sokan külön említik a Székelyföldet, ugye a legnagyobb magyar lakta vidék, ahová majd holnap fogunk megérkezni. 92-ben bazilikai rangot kapott, több mint 70 méter hosszú a templom. A templomnak a freskóit még a híres soproni festőmű és Tornó Ferenc festette, a kupolát még egy bécsi Sörfi Ács nevű festőművész, és a kupola freskója még eredeti állapotban látható, több mint 220 éves freskóról van szó, ami nem volt letisztítva, nem volt restaurálva, csak letisztítva. Igen, a főoltár az Kararai Márványból készült Kararába, 1892-ben nagy márvány tömbből van kiforagva, a szembemisei Zoltán az Ambóval, például Millenniumra 2000. évre egy Veszprém születésű művésznő alkotása. És ahogy feljöttünk a kincstárba, egy nagy feszületet lehetett lent látni, pont ugyanolyan található Bécsba, Stefánszomba, Szentkereszt kápolnába, Krajckapelbe, ott járnak vagy jártak a két feszület egyforma, ott is pont ugyanilyen látható. Nagy orgonát még Mária Teréze adományozta 1780-ban, 2052 darab sípja van, 60 tagú kórusunk, a nagy orgona Bécsben készült, lent egy kisebb orgona is látható, az már Budapesten készült, kétkülönálló orgonáról van szó, és nagyon jó akusztikája a templom. 8 évig 1752-től 1780-ig épült együtt egyszerre. Ez a három barokk épület együttes. 1195-ig évfordulóján avatták Szentté, Szent László királyt itt a várba, az első székesegyházban el is volt temetve, Somogyvárról, a Dunántúról hozták át ide a holttestét, az volt a kívánság, hogy itt legyen eltemetve, mert ő alapította a várost és a püspökséget is. Szóval 1195 után 2010-ben újra volt itt ilyen nagy ünnepség. Itt volt, tehát ugye akkor még Osztrák-Magyar Monarchia van Erdély területén is, és akkor az első, tehát legelőször a négy oroszlános, már úgy szoktuk hívni, láthatjuk a négy oroszlánt a négy részében, bántállott Nagyváradnak a központjában. 1920 megérkezett a román uradalom, és egyet gondoltak és átültették. El kellett menekíteni a főtérről, és akkor hozták ide ki, ahol ma is van. És hadd nem mondja már, hogy a helyében, benne a városnak a központjában Mária királynőnek avattak egy fele szobrot. Román királynő. Jó, ez csak zárójel. Tehát a helyébe került. Tehát ennek a helyébe került ő. Jó. 1893-ban ugye akkor készül el, fel is avatják. Egy Tóth István nevezetű szobrászművésznek amúgy az alkotása. A püspöki palota, aminek csak egy részét látjuk, hatalmas nagy épület. U alakja van, tehát mi most ugye a homlokzatát látjuk, az előső részét az épületnek. Tehát mindkét oldalon még hátra nyúlik messze, tehát ilyen U betű alakja van. 365 darab ablakja van, ahány nap van egy évben, ugye, tehát ez az érdekessége. Hatalmas nagy termek vannak benne, és ugye, amit említette bent a kolléga is, nem látogatható jelenleg, de reméljük, hogy legalább egy 10 éven belül már tényleg látogatható lesz. Az az igazság, hogy ugye is mondta, hogy 3 óra alatt ki kellett költözni a püspöki palotának, az akkori nagyváradi püspöknek, és beköltöztettek egy múzeumot, ami Nagyvárad román történelmével foglalkozik. Kárpát-Koszorú úgynevezett Kárpát-Koszorú hegyvonulat, és hát ennek a belső gyűrűjében foglal helyet ugye a történelmi Erdély, és a Kárpátokon kívül eső helyek nem más, ugye, mint a Banság és a Partium, ahol még mindig haladunk. Tehát azért szoktuk mondani, hogy valójában akkor érkezünk meg Erdélybe, amikor a királyhágóra felérkezünk. Na már most, ugye Erdély a történelem során sok mindenen keresztül ment, ugye volt külön fejedelemség is, volt a Magyar Királyság része, de soha nem volt külön állam. Tehát ugye, mint hogy Magyarország esetében tudunk beszélni, tehát Erdély esetében nem. Ugye ma már csak a történelmi hagyományai és a sajátos kultúrája miatt tudjuk önállónak tekinteni Erdélyt, tehát semmi egyébnek, semmi egyéb miatt. Erdély, tehát Romániának összesen van 40 megyéje, plusz Bukarest, ugye Bukarest az külön van, a főváros,
a 40 megyéből 16, tehát szinte fele Erdélyben van. Tehát akkor ugye el lehet képzelni, hogy Romániának szinte, hát éppen felét nem, de több mint egy harmadát Erdély teszi ki. Tehát mekkora területet kaptak ajándékba, ugye? Tehát 16 megyécske az, ami Erdélyt felépíti, úgymond, és ezekből a megyékből, tehát ebből a 16-ból beszélhetünk egy néhány olyan megyében, ahol a magyarok többségben laknak. Hát ugye a legfontosabb és a legnagyobb magyar közösség, amit említettem, az ugye Székelyföldön van. Ebből adódóan a legtöbb magyar az Hargita, Kovászna és Maros megyében van. Ugye ez kimondottan a Székelyföld. Na már most Maros megye is már csak félig magyar, tehát fele magyar és fele román. De ezt majd holnap, amikor be fogunk érkezni, ugye úgymond Székelyföldre, vagy elérjük Maros megyét, akkor még azt meg fogom említeni. Ezen kívül még beszélhetünk nyilván több olyan megyéről, ahol tudunk magyarságról beszélni. Ugye itt van Bihar megye, ugye Nagyvárad központtal, vagy Szatmárnémeti magyarságot, Szilach megye, ugye Szilágyság egész pontosan. És hát szinte felsoroltam az egészet. Hát igen, ott van Kolozs megye is, amit hamarosan el fogunk érni, de Kolozs megyében már egyre kevesebb a magyar. És hát sajnos ugye vannak olyan megyék is, ahol kijelenthetjük azt, hogy a magyarság az nagyon minimális, tehát ilyen 0,0%. És például egy ilyen megye, Fehér megye, ugye Gyulafehérvár központtal, de Szeben megyében sem találunk sok magyart. Jó. A legelső hivatalos dokumentum, ami megemlíti Erdélyt, az 1075-ből való, és Géza király által kiadott dokumentum, amiben nem úgy szerepel, mint Erdély, tehát ez a régió, hanem latinul egész pontosan így nevezték meg, hogy Terra Ultra Silva. Hát ez volt Erdélynek az első hivatalos neve, ami azt jelentette, hogy erdőn túli rész. Na már most az Erdély elnevezés nyilván az erdőből jön. Tudjuk azt, hogy a Erdély területét valamikor, még mielőtt ugye a népvándorlás előtt egész pontosan, tehát az a korszak előtt nagyon nagy részben erdők borították, és az Erdély elnevezés is innen jön. Ugye gondoljunk csak arra, hogy mai napig is Erdélyben nagyon sok erdőt találunk még, nagyon jó minőségű fával tud Erdély szolgálni, és hát nem hiába, ugye az osztrák-magyar monarchia idején a bécsi épület, bécsi épületeket székelyföldi fával fötték be. Tehát mai napig is azok vannak, ha valaki van Erdélyben jár, Bécsben jár, akkor jusson ez eszébe, tehát a tetőszerkezethez a fát innen vitték. Mai napig is ugye a fenyő erdőket úgy említjük Erdélyben, mint a zöld arany. Valamikor nyilván a legfőbb megélhetés. Aztán ugye időközben megjelentek a bányák, az emberiség több altalajkincsre bukkant. Gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy Románia Erdély nélkül nem érne semmit. Ugye Erdélyben található az altalajkincs, tehát Románia altalajkincs készletének a 80%-a. Gyakorlatilag, ami teljesen román területre esik, és úgy azt szoktuk mondani, hogy a hegyen túlesik, vagyis a Kárpátokon túl, az, ami ugye a legfontosabb, az a kőolaj, ami ugye lenn a román alföldön van, illetve a Beregán, amit ma így hívunk, az a román alföld, ugye a nagy gabonatábláival. Tehát ez gyakorlatilag, amivel ők tudnak úgymond magánykodni. Tehát a többi az itt van Erdélyben. Ugye gondoljunk csak a sok, gondoljunk az arany bányákra, ugye, amelyek most még egy részük még működik, és hát hamarosan ugye fog működni az a sok vitát kiváltott Verespataki aranybánya is. Ezen kívül ugye nagyon sok ezüst van, szénbányák vannak, sóbányákról ne is beszélve. És hát ugye, ami
Székelyföldnek például a legnagyobb, egyik legnagyobb kincse, az nem más, mint a borvíz, ahogy a székelyek hívják, ugye az ásványvíz, a természetes ásványvíz, ami úgy tör fel a felszínre, hogy nagyon sok ásványi anyagot tartalmaz, majd lesz lehetőség ilyet is megkóstolni. Ugye a Románia ásványvíz iparának a 80%-át Székelyföld teszi ki. Ugye ez annak köszönhető, hogy Romániában van Európa leghosszabb vulkanikus hegyvonulatlánca, ami körülbelül légvonalban 300 km hosszú, és ugye ezt is, ennek is egy részét fogjuk látni, sőt, amikor ellátogatunk a Szent-Anatói és Mohosikel kráterbe, akkor ugye kimondottan egy ilyen vulkanikus hegyet fogunk meglátogatni. Ugye nagyon sokan így emlegetik, hogy utóvulkáni működések, ezek a borvizek vagy ásványvizek. Nagyon sokan azt mondják, hogy elővulkáni működés, hát remélhetőleg nem elővulkáni működés, mert akkor nagyon nagy bajba vagyunk, mivel hogy a vulkanikus hegyek mentén nagyon sok település fekszik. Vándor Székely reménységét, Jézus áld meg Erdély földjét.